kislányom! Figyelj rám! Nincs több szemétgyűjtés, rendben? Apád akarja így. Ne keresd kifogásokat, hogy felmenj hozzá. Érted? Apád figyelni fog rád. Ha a Mehmet megtudja, abból nagy baj lesz. Nézd rám, anya. Mehmet mit tudna még tenni? Várj meg! Feria, állj meg! Feria, várj! Most már láttad. Na, jól áll? Megütött. Hogy képes megütni? Történt már ilyen? Semmi között hozzá. Korály, hogy vagy? Jól, köszi. Mi újság? Suliban vagy? Nem, úton vagyok. Te már nem jössz be? Emir. Ne hagyd egyedül Feriát. Emir, Feriának ma nagyon nehéz napja lesz. Biztos nem akarsz bejönni? Tudom, hogy te nem hagyod magára. De lehet, hogy inkább rád... Nem rám lesz szüksége. Na, mi történt? Talán az állapát halála viselti meg. Hagyd békén. Elég lesz, kár erőlködnöd. Ennél jobban már nem szenvedhetek. Szenvedsz már úgy, mint én, Feria. Ha? Adtam el a gyűrűdet. Esküszöm, hogy nem tettem. Esküszöm. Most akkor el fogsz ájulni? Feria, kelj fel! Feria! Feria, ne már, még meglát valaki! Feria! Feria! Jól tették, hogy bejöttek. Az infúziótól erőre kap majd. Semmi bajom.
Hallottam. Jó, akkor már el is mehetsz. Felfogtad egyáltalán, hogy mit tettél, Feria? Hogy mivé változtattál? Hallod? Elájultál, és én azt hittem szín lesz, hogy csak eljátszod az ájulást. Hogyan teheted ezt velem, Feria? Én legalább nem szándékosan akartalak bántani. De te? Én tényleg direkt csináltam. Azért, hogy szenvedj. De a te tetteid következménye volt. Felfogtad egyáltalán, hogy mit tettek velem a hazugságaid? Na, mit tettek, Emir? Tényleg ez tett minden tönkre? Vagy az, amire azon az éjszakán kényszeríteni akartál? Szerettél? Szerettél te egyáltalán valaha? Milyen szerelem volt ez? Mikor ért ez véget köztünk, Emir? Aznap, mikor beköltöztél a házba? Vagy mikor rájöttél, hogy hazudta? Vagy aznap, mikor azt mondtad, az éjszakával törleszthetek? Na mikor? Mindegy már. Most menj el. Most balról jobbra fogom mozgatni a lábát. Fájdalmat érez? Jól van, vigyázom. Szia, mondjad. Korály. Feria kórházban van. Egyedül. Jó, küld el a címet, de megyek hozzá, ne aggódj. Mi történt? Semmi, mennem kell. Láttam, hogy Emir hívott. Mi történt? Ha kíváncsi vagy, kérdezd meg tőle, Hande. Nem te papoltál nekem előbb arról, hogy törődjünk mind a magunk dolgával? Ez most más helyzet.